2012 és 2013 után idén is a Széchenyi István Egyetem sportcsarnoka szolgál otthonául az evezősök ergométeres OB-jának. Az eddigi esztendőkkel ellentétben azonban a győri Vizügy Spartacus evezős klubnak ezúttal még csak pályáznia sem kellett a rendezésért. A klubvezetők csak annyit mondtak, olyan lesz, mint az előző kettő. Nos, az idei sorrendben 24. viadalra 31 egyesület több mint 700 versenyzője nevezett, a serdülőktől az egyetemistákon át egészen a masterszekig, és még nem zárult le a regisztráció. Ráadásul a versenyeken kívül más betétprogramok is színesítik az OB-t. Ami még érdekessége lehet győri részről ennek a versenynek, hogy a Sport 21 programban szereplő kisiskolások, akiket az edzőink a hónapok során fölmértek, most itt ezen a bajnokságon déltől fél egyik terjedő időpontban rendezzük a regionális döntőjüket, amely ilyen eldőlik, hogy ki juthat az országos döntőbe. A győriek klubigazgatója úgy fogalmazott, ha a 21 versenyszámban 3 arany és 3 ezüstéremmel zárnak, sportolóik már elégedett lenne. Az evezősök legnagyobb téli viadala szombaton délelőtt 10 óra 30 perckor kezdődik, televíziumban pedig jövő héten mi is beszámolunk róla.